Egy Hurvinek csehszlovák sorozatból a Reggeli torna című filmet. Főszereplő Földi Otto. Papa, felkelni! Jó atyám, kelj már fel! Jó atyám! Ó, Istenem, minek ordítasz így, mi a baj? 7 óra van, fel kell kelni. Na és a 7 óra, ma vasárnap van, van idő. Zseri, húzd le csak a dumát a papáról. Na, mit vacakolsz itt, Zseri? Igaza van Zserinek, tehát semmi, van idő, meg ilyesmi. Ma pedig megkezdjük a rendszeres reggeli tornát. Mit? Hogy? Már is pont ma? Nem lehetne holnaptól? Semmi holnaptól, ezt mondogatjuk egész héten át. Ha azt akarjuk, hogy épp testben, épp lélek legyen, akkor felkelés. Reggeli torna, friss levegő, az ablakokat kitárjuk, ez aztán a levegő. Hurvinyek, legyen eszed, ilyen cúgot, ez kifúj az ágyból, mint egy tolpejet. Ide hallgass csak, ugyanazt akarod, hogy a felső légutai meghűljenek? Észnél vagy? Jaj, Hurvin. Atyám, gyorsan bújj a tornaruhádba. Hurvin. Csak gyorsan. Hurvinkám. Mányicska minden percben itt lehet. Mi? Azt hiszem, már itt is van. Jó, szaporán, vár csak, még neglizsében vagyok. Szia, Zseri. Hagyd el engem, Zseri. Szia, Hurvinek. Szia, Mányicska. Jaj, hol van az a vacak? Én aztán pontos vagyok ám. Nem igaz, Pejbő bácsi? Az vagy mindig, Mányicska. Már éppen mondtam is Hurvinyeknek, hogy igyekezzen. Én már kész vagyok, amint látod, tréning ruhám, ez a csíkos álom univerzál sapka bojtal, és szóval, nézd, ez az én speciális felszerelésem, Mányicska. Igen, de most minek is tornászunk mi egyáltalán? Na jó. Speciális, így kell, majd tornázunk szépen. Így, elkezdjük. Van egy meglepetésem, egy szempillantás, és rögtön meg lesz. Jó, de nagyon kíváncsi vagyok. Na most jön a reggeli torna originál csomagolásban. Cseri, csend, és koncentrálj teljes figyelemmel. Jó reggelt, kedves hallgatóim. Remélem, nyitva már az ablak. Nem tudom, hogy maguknál hogy van, mi nálunk minden esetre, hát... Álljunk tervezállásba, szép fes alapállás út, széles tervez. Jó, 3-at számolok. 3-ra hajoljunk előre, és 4-re ismét fel. Figyelem. 1, 2, fel. 1, 2, fel. 1, 2, fel. 1, 2, fel. Atyám, ez nem törzshajlítás. Ez magától értetődik, mert az ilyen előrehajlással együtt jár a csukló hátrahajlítása. És most feküdjünk a hátunkra, engedjük el magunkat lazán. Magasba lendítjük a lábat. Úgy. Ez végre egy nagyon és jó dolog. Vissza, le. Engedjük, kezdjük rajta. 1, 2, 3, felülni és vissza. Alapállásban maradunk, és most kerékpározás következik. Emeljük a térdünket magasabbra, még magasabbra. És most egy éles kanyar balra, jobbra. Papa, ne aludj, kerékpározzunk! Balra, jobbra. Na jó, ti balra, csak bringázzatok, én közben bóbiskolok egy kicsit. És most gyönyörű szitakötővé változzunk át. Kezdjük. 1, 2, 3, de, most már mond... sok. Ami sok, az sok, és ez már több a soknál, ez elég. Papa, hát miért állítottad le? Mert hallani sem bírom tovább, elég. Ki ismeri ezen ki magát? De erre egész jól lehet tornászni. Ez nektek vezényszó. Egyenesen állunk, széles terpesz, alapállás, nem igaz, Zsenyi? Megint terpeszállás, meg futás, hátra, előre, futás, előre, hátra, helyben. Hát mire fogunk akkor tornászni? Majd az én útmutatásaim szerint. Tornáztam én valaha, és én szemléletesen vezényelek. Azt mindenki megértheti. Ahogy gondolod. No, én most ide felállok az asztalra, hogy jól lássatok, meg hogy
magamnak is legyen áttek. Tehát lehetne ezt a lámpát egy kicsit moldalvást tenni. Mit művelsz te? Azt mondtad, kicsit oldalvást. Jó, jó, de én azt gondoltam, hogy a lámpát. Gyerics, hozd csak ide a dunyát. Ettől a perctől kezdve matracul fog szolgálni, hogy szükség esetén puhára essünk, ti meg gyerekek, készüljetek fel. És most kezdjük el szépen. No, álljatok egyenesen, lábak szorosan zárva. Mutasd, jó. Pontosan az alapállás. És most így előre felé húzzátok fel a karotokat. Szóval emeljük fel. Hajlítsuk erősen hátra. És mit kérdezem, nevetni? Ezt a gyakorlatot végezzük a szundi vezényszóra. Szundi? Most egy kicsit később mondtam. Na mi van, szundi? Na, most egyszerűen verjük magunkat a földhöz, mint a zserik. Már régen a földön kellene feküdnötök. Nos, felülni majd úgy. Bemutatom a gyakorlatot, hogy egy kis hungot vigyek a dologba. Tehát egyre szundi, kettőre hajcsi. Hajcsi, szundi, hajcsi. Zserik, ne nyalogass. Rendkívül frissítő gyakorlat ez. Érezni fogjuk a torna befejeztével szundi. Hajcsikám. Most mit vihogtok? Azért, mert az egész olyan mókás. Nagyon hasznos gyakorlat. Tornázni, tornázni, szundi. Hajcsika. Dolgozik a melkas, és húruki, és rukkés, és... Nyújtózkodni. Vigyázz, most jön a java. Felszökkenni. Hoppszá. Atyám, ennek a világon semmi értelme. És ugyan miért? Miért le lenne ennek értelme? Mert szundi és hajcsi, meg rukk és cuk, vagy mit is mondtál, ezek egyáltalán nem vezényszavak. Miért ne lenne ennek értelme? Hurvinyek úgy érti, hogy ez az egész nem túl megerőltető. Na de kérem, ha csak ez a baj, majd keményebb kézzel foglak titeket, mint a katonáknál. Manyicska, lép ki a sarból. Most jön a vaskéz, uralma. Most jön a vaskéz. Majd én megmutatom. Tessék, Hurvinyka itt van már. Vigyázz. Barát, úgy, jobbrát, milyen? 10 lépés előre, 10 lépés hátra, összesen 500 lépés. 500 lépés? 500 lépés előre. De atyám, nem lesz sok? Csendet, ez a parancs. Menj egy gyakorlat. Dúj! 1, 2, 3, 4. Micsoda? Szétrafolja azt a festéket, amivel tegnap a padló tetszett mázolni. 390, 300, 400, 400, 400, 402, 403. Megállj! Nem dőlök be, atyám, mert a parancsot, parancs, fogd meg! Fogd meg! Spejbő bácsi, ne szontyolodjon el! Még eddig csak 485 lépés van. A magyar változatot Fritz László, Füredi László, Gellén Attila és Ilosvai Kati készítette.